A kicsiket és nagyokat egyaránt várják a színidőben közös alkotásra a kézművesek házába. Az ötnapos programsorozat Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával jöhetett létre abból a célból, hogy a kisiskolások az őszi szünetben is hasznosan tölthessék szabad idejüket. Tudomásom szerint az első, hogy így minden nap, tehát a szünet minden napjára foglalkozást tartunk. Gyakorlatilag egész pici gyerekektől, tehát volt itt 5 éves, és hát a legnagyobb talán ilyen 12, de akár ennél nagyobbakat is, tehát én vártam volna 2 kislányt, az egyik megbetegedett sajnos, aki nagyon profi szinten csinálja már. Alkalomról alkalomra a kézműves mesterek igyekeznek olyan dolgokat mutatni a fiataloknak, amiknek a hétköznapi életben is bármikor hasznát vehetik. Én általában a hímzéssel foglalkozom, azt szoktam csinálni, illetve a zsinórhorgolással. Most a gyerekeknél az alapvető fogalmakat tisztázok, a keresztszemes öltéseket, a gombvarrást, szárültést, különböző öltésfajtákat, és attól függ, hogy milyen korosztályról van szó, olyan öltést mutatok nekik. Tauper Zsófia Hanna a foglalkozások egyik leglelkesebb látogatója. A kislány azt mondja, mindig hasznos dolgokat tanul itt. Miket készítettél eddig itt? Ilyen mintákat, kitűzőket, mindenféle ilyen agyagozás, meg ilyen mindenféle szuper dolog. Minden nap fogsz jönni az őszi szünetben? Igen. A foglalkozások ingyenesek, a következő alkalom pedig november 2-án lesz. Délelőtt 10-től délután 3-ig szalagfonást, gyöngyfűzést, faragást és papírdoboz hajtogatást sajátíthatnak el a gyerekek.